a tökéletes törpfogó. De jó lesz kipróbálni. Működik! Pompás kis lábnyomkereső kerenék! Talán egy kicsit erős lesz, de ez szükséges hozzá. Különben meg majd vigyázok, nehogy túl puhára főzzem a törpöket. Manu ez itt. Hát hol? Itt. De helyes kis jószág vagy. Tetszem neki. Úgy látszik, nincs stílusérzéke. Hát ez meg micsoda ügyifogyi? Fogalmam sincs. Megfoghatom. Nem gondoljátok, hogy először törpapának kéne megmutatnunk? Papa, nézd, mit találtam, az enyém lehet. Ez egy pamacs. Ügyifogyi, ez nem maradhat nálad. Vidd oda, ahol találtad. Mondtam, hogy először törpapának kellene látnia, de ti sohasem hallgattok rám. De törpapa is olyan picike. A pamacsok mindig bajt hoznak. Vidd vissza. Igen, törpapa. Gyerünk, törpök, egy-kettő, hamarosan indulunk hazafelé. Sajnálom, kicsi pamacs, de itt kell, hogy hagyjalak. Nagyon csöndben kell maradnod, különben csúnyán lebukod. Ha-ha! Törpnyomok! Hamarosan odaérünk, cicus! Vajon hova tűnhetett ez a kis nyavajás? Aha! Azonnal gyere le onnan, te kis kik! Ja, maradj! Szia, mi jó! Oda néz! Jó úton haladunk! A gáthoz megyünk, és ott azonnal munkához látunk. Na, babacskám, gondolom megéheztél. Megyek vissza a dolgomra. Szia! Szünet. Ahó, pamacska, megjöttem. Kicsi pamacs.
Hiába bujkálsz, én itt vagyok. Okoska! Okoska, okoska, nagyon nagy bajban vagyok. Ne haragudj, de éppen ebédelek. És ha nem tudnád, nem szeretem, ha evés közben megzavarnak. Látod, mások is esznek, tehát... Jaj, a házam! Ezek meg honnan kerültek ide? Az én házamból. Törpapának igaza volt, a pamacsok csak bajt hoznak. Törpenetesen mérges lesz, ha rájön, hogy nem fogadtál neki szót. Persze, hogy mérges lesz. Most mit csináljak? Azt nem tudom, de csinálj már valamit! Nézd! Az törpapa laboratóriuma. Szia, törpapa! Talán valami baj van? Baj? De hogy csak... Én csak... Kész egy kis levest? Igen, kész. Már várjátok. Jaj. Hogy egy kis desszertet. Jaj. Törpapa, ebéd után jót tenne egy kis séta, nem? Én még nem is ebédeltem. Mi a manó folyik itt, ügyifogyi? Há? Pamacsok, ügyifogyi! Figyelmeztettelek, hogy ezek bajt hoznak. Tudom, törpapa, igazán nagyon sajnálom. Ezek minden törpre tesznek. Szedd össze a pamacsokat és vidd vissza őket az erdőbe, eredj! Igenis, törpapa. Érzem, hogy egyre közeledünk, Siamiau. Oda nézd! Na, mit mondtam? Még érezd a friss fűrész borszagát. Innen már nincs messze. Sics, te pamacs, menj már! A manóba? Terpilla! Egy megoldás van, el kell őket ijeszteni innen. Nézd, nézzétek, pamacsok. Ajándékot hoztam nektek. Azt hiszem, mind itt van. Már épp ideje. Vigyük őket innen, ahogy törpapa mondta. Végre csend van és nyugalom. Törpapa! Törpapa! A pamacsok a gát felé indultak! Mi? Menjetek! Most drukkoljatok! Ilyen törpapa! Hurrá! Szedjétek össze őket még mielőtt fölébrednek! Na nézd csak, ezek a kis pamacsok tudnak élni. Törpapa, ezek kezdenek felébredni. Elfogyott az altatószerem, és arra már nincs időm, hogy újabbat keverjek. Remek törpnyomok sokasága. Előbb-utóbb úgyis erre tévednek ezek a nyomorult kis lények. Mi pedig készen állunk a támadásra. Vesztettünk, törpjeim. Úgy látom, semmit sem tehetünk. Meg kell fújnom a törpuját. A törp birodalom bukásának alkalmából. És mindez az én hibám. Hagyd már a magazaszt! Nem hallod, hogy halott vagy! Hagyd már a magazaszt! A szörnyű! Folytass csak nótat, a még hangosabban! Ki a manóba? Gyorsabban, te elbűvölted őket! Komolyan? Úgy látszik, nekik végre van ízlésük. De hát hová vigyem őket? Vissza az erdőbe, ahonnan jöttek! Hé!
Figyelj! Itt jönnek a törpicsekek, és undorítóan jó kedvük van. De ennek hamarosan véget vetünk. Megcsíptük őket! Megcsíptük a törpöket! Jaj! A súlyukból ítélve mind itt lehetnek! Törpapa, mit fog csinálni azokkal a pamacsokkal? Nem tudom, ügyifogyi. Menjünk utánuk. Végre megkaparintottuk őket cicúsra! Mind itt vannak! Annyit adjatok, hogy szálljatok le már rólam nyavajákat! Most nagyon fölbőzítettek engem ezek a töpörödött törpicsekek, de egyszer úgy is elkapom őket! Szia, Sügyi! Elkészül! Csak nem kezdenek nélkülünk! Hamar alig várom! Én is! Jaj! Hé! Hová siettek? Nem akartok meglepetést? Gyere, siess! Ez esetben... mégsem hagyhattam veszni hagyni egy remek kis meglepetést. Végre hallhatjuk Törpapa új szimfóniáját. Azt mondják, csodaszép darab. Ez esetben én kettőt kérek. Ez zene, hami, nem sütemény. Á, de a zene igazi csemege a léleknek. És a lelkem is két darabra vágyik. És most következzék az új szimfóniám. 1-2-H és... Elég! Ez nem lesz jó. Nem tetszett a játékom. Nos, tudod, nem lehet előadni egy szimfóniát egyetlen trombitával, sokkal több zenészre van szükség. Mi is szeretnénk segíteni, Törpapa? Csak nincsenek hangszereim. Törpöljetek ki párat. Semmi. A világon semmi. Évek óta kutatok az erdőben, és még mindig nem találtam meg azoknak az untok kis törpöknek a faluját. De nem adom fel, igaz? Szia, miau! Szia, miau! Gyere már le onnan, hát fontos dolgunk van! Hamikám, te miért nem készítesz hangszert magadnak? Készített Törpapa egy lávas dobot. Csak előbb ki kell ürítenem az edényt. Jól van, törpjeim, készen álltok? Igen, Törpapa! Akkor 1-2-H és... Törpegek, elkezdték nélkülem! Mi a baj? Úgy vélem, nem találtál el egy hangot. Igazán? Semmi baj, törpök. Kezdjük előről. 1-2-H és... Most mi van? No, tata, talán a hangszered rossz. Igen, hadd próbáljam ki. Semmi baja. Persze, hogy nincs. Talán jobban boldogulnál egy másik hangszerrel. Tessék, próbáld meg ezt. Remek. Megvan a megoldás, egy triangulum! Reménytelen, törpapa! No, tata hamisan játszik! Lehetne ő a karmester, nem igaz, törpapa? Jó ötlet, törpilla! 1 és 2 és 3 és... Ez igazságtalanság, csak féltékenyek rám! Kinek van szüksége rájuk? Egyedül is épp úgy tudok játszani. Tessék! Jaj! Mi ez a borzalmas hang? Talán mennydörgés? Mintha egy sebesült sárkány üvöltözne, vagy egy dühös óriás kiáltozna.
Hát ez egy törp. Hogy merték azt mondani, hogy hamisan játszom? Megbánják még, hogy kitettek a zenekarból. Ez az. Zseniális ötletem támadt. Gyorsan kell cselekednem. Mindenem megvan, ami kell. Hamarosan az összes törp a markomban lesz. Meggondoltam magam. Visszamegyek a faluba, és hiába könyörögnek majd, hogy álljak vissza a zenekarba. Majd azt mondom, hogy... Igen, Thomas. Te meg ki vagy? Ne félj tőlem. Aurora vagyok. A jó... Oj, de gyűlölöm ezt a szót. Tündél. Áruld el a leghőbb kívánságodat, és én teljesítem neked. Na, ki vele? Nem akarsz zen? Ha? Na, ja, gyerünk már. Zenész lenni? Ja, hogy az! Sajnos a törpiek nem szeretik a játékomat. Na most majd fogják. Hála ennek a különleges törpujának. Csodás zenét játszol majd. Ó, köszönöm, kedves jó tündér. Igyekezz, mutasd meg a kis barátaidnak. És most vezess szépen a falutokba. Hangszerem van? Jaj, ne! Már megint ő? Utálom a megintet. Ez itt? Egy varázstörpúja? Imádni fogjátok, hallgassátok! Mi ütött belétek? Ez valami vicc? Mi történt? Jaj, ne! Most már felkelhettek! Törpapa! Kelj fel, törpapa! Hé! Ez borzalmas! Meg kell találnom azt a jó tündért! Ha-ha. Engem keresel? Hókuszpók! Végre! Bosszút állhatok rajtatok! Mit műveltél a törpiekkel? Én? Semmit a világon, semmit! Te művelted ezt a különleges kis törpujáddal! Már csak tőled kell megszabadulnom! Egy törp sem maradhat a földön! Meglepetés, te kis folyami patkány! Én is tudok úszni! Fuss csak nyugodtan, úgyis elkaplak! Nem menekülhetsz előlem! Már elkaptam a kis kék barátaidat, most te követked el! Jaj, kamics ment a cipőmbe! Jaj, szúrni kezd az oldalam! Megörcsöltem! Meghúztam a nyakamat! Jaj! Megfájdult a gyomrom! Jaj! És a fejem is! Jaj! Ez közel volt. Jobb lesz, ha visszamegyek a faluba. Az az undok kis vakarék túl gyorsan fut, de nem számít. Biztosan visszament a faluba, amiről már pontosan tudom, hogy hol van. Egyenesen előre, aztán jobbra, vagy balra, aztán megint jobbra, és megint... Jaj, ne! Eltévedtem! Gyűlölöm a törpöket! Gyűlölöm őket! Gyűlölöm! Kérlek, törpilla, térj magadhoz! Rajta törperész! Ébresztő! Hami, nézd, mi van itt! Torta krémmel és meggyel a tetején! Jaj, semmi értelme, semmi sem működik! És az egész ennek a törpujának a hibája! Várjunk csak! Mivel a varázsige hókuszpóké, biztos csak ő tudja visszafordítani! Ne aggódjatok, visszatérek! Kígyók, ketrecek, mérgek, annyi csodát állítok, hogy az az unda kis törpicsek biztosan nem menekülhet el előlem! Jaj, ne! Hé! Várjunk egy percet! Állj! Meg kell találnom a könyvet a varázsigével! Te kis vakarék! Na most meg vagy égre! Vagy talán mégsem!
Nem hallak, de azért még látlak! Eltaposlak, te! Összetörlek! Kilapítalak! Végzek veled! Előbb vagy utóbb elfogy a levegőt, és akkor az enyém, ahogy a mindenit. Milyen hosszú farönk ez? Én elveszítem az egyes ujjamat. Oj! Mit szólnál egy kellemes kis dallamocskához, hókuszpók? Ne, kérlek, ne! Könyörgök! Mehet? Kettőre kezdem? Ne, kérlek, könyörgök! Ígérem, soha többé nem leszek gonosz! Esküszöm! Nos, törpapa szerint nem szabad bántanunk azt, aki megadja magát, úgyhogy... Nem! Aha! Mágikus hangszerek varázsigéje! Itt is van! Varázstörpuja! Jaj, ne! Nincs ismert ellenszere! Te átkozott varázstörpuja! Szegény barátaim, semmi sem segíthet rajtatok, mindent megpróbáltam. Már csak egy dolog maradt hátra. Játszom nektek egy utolsó nótát az emléketekre. Aj, elég! Hé, felébredtél? Na, ez a hang a holtakat is felébreszti. De akkor megtaláltam a gyógyírt. Mondjátok már, mi történt? Az egy hosszú történet lenne, törpapa. Minden akkor kezdődött, amikor... És Hókuszpók jó tündérnek adta ki magát. Igen? Ó, tata, hálásak vagyunk neked. Így minden jó, ha törp a vége. Most pedig folytathatjuk az előadásunkat. Remek, újra hangoltam a trombitámat. Engem is hagytok játszani, ugye? Nos, ha már itt tartunk... Tudod, mi nem mondhatunk. Nem mondhatunk nemet azok után, amit értünk tett. Nem igaz? Törpapa, miért nem? Ügyi, na hát, ez egy remek ötlet. Lusti törp! Nem csak az alvás létezik a világon. Ébredj! Répa retek magyaró, korán reggel, ritkán rikkant a... Rikó, ritkán... Engem nem tisztelnek. Mosolyog már, Dulifuli! Minden napban van valami jó. A dolognak ne csak a rossz oldalát... Nézd! Ide figyelj, tréfi törp! Mindennek megvan a maga helye és ide... Jó, Anyuska, tessék, meglepetés! Ó, köszönöm szépen! Mégis van valaki, aki tisztel. Az élet nem csak játékból áll, ne henyéljetek már! Ha törpapa látná, mit csináltok, nagyon csalódott lenne. Hé, még nem fejeztem be. Pedig ideje már, hogy befogd a szádat. Törperős. Csak azt akarom mondani, hogy a szellemnek is szüksége van a tornára. Ezért azt javaslom neked... Ezek a törpök itt csak a testi erőt tisztelik. Bizony nehéz a sorsa egy szellemi vezérnek. Valahogy ki kell vívnom a törpök tiszteletét. Törpisztikus ötlettel kell, hogy előálljak. Végül is én vagyok a törpök közül a leges, legokosabb és a legjózabb. Ki az? Memelák! Segítség! Ez Melák! Talán a törpöknek van csemegéje, és Melák megtöltheti éhes bendőjét. Jön Melák!
Melák jó illatokat érez. Melák csemegét lát. Melák el is viszi. Várj, Melák! Ez a téli élelemtartalékunk. Tegyél oda-vissza mindent, ez parancs! Szégyen a futás, de hasznos! Már megint ez az utálatos Melák. Teljesen kifoszt minket. Szégyelje magát! Igen, és bármelyik pillanatban havazhat, és ha nem gondoskodunk utánpótlásról, korgógyomorral fogjuk átvészelni a telet. Ez mind a te hibád, okoska, mert a faluba vezetted Melákot. Ezek után persze, hogy senki nem fog tisztelni. De talán, ha erős lennék, és vissza tudnám szerezni az ételt Meláktól, majd én megmutatom ezeknek, hogy okoskának nem csak esze van. Ehhez több torna szükséges, mint amennyit el tudok viselni. Viszont sietnem kell. Talán Törpapa varázskönyve segít. Hát, ha találok benne valami erősítőszer. Semmi. Már minden könyvet végigböngésztem. Egyet kivéve. Á, az előkönyve. Hát, ha találok valamit. Erős, erősebb, szupererős! E varázsszer használójának minden élőlénynél hatalmasabb szupererőt kölcsönöz. Ez az. Ezt nem értem. Már 10-szer próbálkozom. Jaj, mit csináljak? Sosem leszek erős. Most pedig visszaszerzem az élelmiszertartalékunkat Meláktól. Vissza én! Törpapa, mondd, mit írt? Kedves Törpapa, visszaszerzem az élelmünket Meláktól. Aláírás okoska, szupertörp. Szupertörp! Ennek felesett, Réfa. Miért? Mi történt? Okoska szupererős lett egy varázsszer segítségével. De azt nem tudja, hogy ez csak 2 óráig tart. És elment Melákhoz. Ó, szegény okoska. Menjünk utána, gyorsan! Na hát, még repülni is tudok. Igen, a szupertörp mindenre képes. Most aztán tényleg... repülök. Ez Melák háza lesz. Siessünk, törpjeim, gyorsabban, gyorsabban! Hé, Melák! Ki ez? Hé, mit akar a törp? Nem törp, szupertörp. Elmenni? Melák eszik. Nyugi, ez az étel itt a törpöké, és te nem eheted meg. Törpapa azt mondta, nem voltál elég gyors, Melákocskám. Na gyere, állj ki velem, ha mersz. Melák mindjárt szétlapítja a törpöt, mint a palacsintát. Nem törp, szupertörp. Remélem, időben érkeztünk, okoska nem tud megküzdeni Melákkal. Szupertörp! Szép álmokát! Na megállj! Melák most nagyon dühös! Hát ez meg mi? Okoskának vége? Gyorsan, utálnam! Ó, szegény okoska! Hogy fogjuk megmenteni? Kitörpölök valami, törpilla! Vigyázzatok! Okoska tette. Gyertek, keressük meg! Okoska!
Látod, törpapa? Visszaszereztem az élelmiszerkészletünket. Itt van minden ebben a zsákban. Okoska, valamit el kell neked mondanom. Látnod kellett volna, törpapa. Egészen pantörpikus voltam. Egyszerűen... Okoska, figyelj! Az a szupererősítő, amit... Ó, törpapa, itt jön Melák! Vigyük a kaját is, menjünk már! Aminak igaza van, gyerünk innen, de gyorsan! Még ne, törpapa! Előbb meg akarom leckésztetni Melákot! Okoska, csökken az erőd! Dehogy csökken, törpapa! Erősebb vagyok én, erősebb vagyok, erősebb vagyok én! Oh. Hát, nem olyan vészes a dolog, hisz még nem jött el a tél. Tudom, én tudom, mert... Jó, úgy látszik előbb érkezett az idén. Papa, annak a varázsszernek a segítségével biztosan mindenre képes lennél. Érezzel, Okoska! Okoska, az a varázsszer sokkal több bajt hoz, mint hasznot. Nézzétek, Melákot, mit csinál? Na majd én elintézem. Szia, gyönyörű óriás! Ahol, itt vagyok! Tört, mit akarsz itt? Jaj, te kis buta! Én nem törp vagyok, hanem törpilla. Jól nézd meg! Nem! Édes, kedves Melák! Ha te azt tudnád, hogy ezeknek a pirinyó törpöknek mennyire szüksége van arra az ételre... Meláknak is szüksége van rá! Hát persze, ez érthető, hiszen te olyan nagy és erős vagy. De gondolj a szegény, éhező törpökre. Szegény, éhező törpök! Igen, a picike didergő törpök éterről álmodnak a fagyos éjszakában, de mind hiába. Ez Melákot elszomorítja. És te loptad el az ételeinket, rossz fiú. Igen, igen. Nagyon undokóriás vagy, ugye tudod? Undokóriás. Visszaadod nekünk az ételünket, ugye? Nem. Fénység! Törperős! Elkapom, törpapa! Várj, azért még nekem is maradt egy kis erőm. Okoska, nehogy megerőltesd magad. Miattam, ne aggódj! Én elkapom! Ó, törpapa! Köszönöm szépen! Hú, de éhes vagyok! Én pedig fázom! Hogy fogjuk visszaszerezni az ételeinket? Fogalmam sincs, törpilla! Törpapa! Nekem van egy ötletem! Halljuk, okoska! Na talán ki kieszi meg a vacsorát? Én! Sárleves, nagyon finom! Kövek hogy kerültek ide? Melák szereti a követ sármártással. A kő finom, ropogós. El kell ismernem, Okoska, ez a kőebéd remek ötlet volt. Ó, Köster papa! Bizony igaz az a mondás, hogy többet ésszel, mint erővel. Hogy már abba, Okoska! Ezt az ódát nektek írtam, közben csak rátok gondoltam, mert a fű zöld, zengi a föld, hogy éljen minden kedves törp. Yeah! Hipipulá! Hipipulá! Csodás, csodás! Remek ezzel a füleimnek! Szimfóniád még nálam is szem. Ó, Nótata, nálad még a törp legváros sütit sem szeretem jobban.
Megvan. Törpök, ez a költemény olyan csodálatos volt, hogy engem is megihletett. Jaj, nem! Írok majd egy szimfóniát. Minden idők legnagyobb szimfóniája lesz. És holnap estére készen is leszek vele, hogy több zenekarunk előadhassa. Akkor bizony gyakorolnom kell az oboámon, hogy formában legyek a holnap esti koncerten. No, tata, egy nap alatt akarsz megírni egy egész szimfóniát? Remélem, nem vágott túl nagy fába a fejszédet. Ó, ne aggódj miattam, törpapa. Vagyok olyan jó zeneszerző, mint amilyen jó zenész. Hát éppen ez az, amitől félek. Üdvözlök minden csontvázat és szellemet a kísértetek klubjában, ahol jól szórakozhat minden kísértet a földön és a föld alatt. Most pedig kérlek, fogadjátok szeretettel az est bájos fénypontjait, a két csontváz csodát! Éppen elég csontvázat, kísértetet és szellemet láttam én már életemben vagy halálomban. Igen, és mostantól aztán húsvér előadást akarunk. Inkább otthon maradok és magamat kísértem a zongorát. Várjatok, ígérem, életet lehelekedne a műsorba. Azt jól teszed, különben be nem tesszük ide a lábszár csontjainkat. Élő zenészre van szükségem, aki elszórakoztatná a vendégeimet. De hol találok olyas valakit, aki megfelelne az ő szellemi igényeiknek? Nem trécselhetnétek halkabban? Egy nagy szimfóniát komponálok. Eddig csak 3 hangjegyet sikerült leírnom, és 300 000 még hátra van. Képtelen vagyok koncentrálni. A holnap estére kész akarok lenni, minden zavaró tényezőt ki kell zárnom. Ó, mindent odaadnék, ha meg tudnám írni ezt a szimfóniát. Azt mondta mindent. Hadd mutatkozzak be, a híres szellemíró vagyok. Járom a világot, hogy rátaláljak a rémületes, akarom mondani szívletes tehetségekre, mint te. Az én nevem Nótata. Én csak egy egyszerű törpitás vagyok, aki szeretné megírni élete nagy szimfóniáját. Én talán segíthetek rajtad. Lépj be a dolgozó szobámba. Itt vagyunk, barátom. Ó, elnézést, mindig megfeledkezem a testi korlátokról. Ő micsoda lakása van, szellemíró úr? Köszönöm, a végakaratomban magamra hagytam. És most nézzük ezt a kottát. Jaj, úgy értem, nem is rossz. De talán így még jobban hangzana. Hűha, ez valami törpisztikus. Neked adom, még a nevedet is ráírhatod. Ha aláírod a szerződést. Ó, hát persze, a törpiek oda lesznek ezért a zenéért, kedves szellemíró úr. Hogy köszönjem meg? Ó, azt majd megtudod, azt majd megtudod. Törpök, törpök, készen vagyok a szimfóniával. Azonnal el is játszhatjuk. Hogy lehet, hogy ilyen gyorsan megírtad? Hát, tudod, valahogy hirtelen ihletet kaptam az erdőben. Szellemi ihletet. Köszönöm, köszönöm, barátaim! Ez törpéletem leggyönyörűbb pillanata. Szegény Nótata, hová tűnhetett? Ó,
mutatta elmen barátaim, hogy eleget tegyen a szerződésnek, amit aláírt. Az én szellemem alkotta Nótata szimfóniáját. Bizonzásképpen beleegyezett, hogy illet hátralévő részében az én kísértett klubomban fog játszani. Nótata ilyesmibe biztos, hogy nem egyezett bele. Sajnálom, öregem, de a barátja nem olvast el a szerződést, mielőtt aláírta volna. És most jól nézzetek ide, mert most látjátok és halljátok őt utoljára. Törpapa, segíts! Segítsetek! Törpapa! Szegény Nótata! Azt mondta, az erdőben kapott ihletet, szellemi ihletet. Biztos ott találkozott azzal a kísértettel. Akkor át kell fésülnünk az egész erdőt, hogy megtaláljuk. Nótata! 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 Én csak azt nem értem, miért kellett magunkkal hoznunk a hangszereinket is, Törpapa. Megvan rá az okom, okoska. Nótata! 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 Csak egyszer ész van, aki így játszik. Vigyázz magadra, Törpapa! Mit keresel te itt? Azért jöttem, hogy elvigyem Nótatát. Nótata aláírta a szerződést, látod? És én nem engedem el! Akkor pert indítok Nótata életéért. Legyen, ahogy kívánod, kis kékfélek, de ne feledd! Te akartad! Szentséges törpegek! Törpapa, drága törpapa, kérlek, szabadíts innen! Mindenki álljon föl! Figyelem, figyelem! Azért ültünk össze, hogy eldöntsük, kié Nótata élete. Az esküszék 12 tagja mind nagy zenész volt életében. A vád képviselője most föltárja bizonyítékait. Én a nagy szellemíró írtam egy csodálatos szimfóniát ennek a törpnekit, hogy a barátai azt hitték róla, ő volt a tehetséges zeneszerző. Igaz ez, Nótata? Igen, uram. Azt akartam, hogy jobban szeressenek, mint a törpletváros sütik. És a munkámért cserébe megígérte, hogy élete végéig az én klubokban fog szenélni, most viszont meg akarja szenni a szerződésünket! Vigyétek el! Várjatok, várjatok! Nekem is jogom van beszélni. Tisztelt bíró úr, mélyen tisztelt esküdtség, szeretném, ha az én törp zenekarom előadásában meghallgatnák a szóban forgó szimfóniát. Tiltakozom, bíró úr, ez csak időpocsékolás volna! A tiltakozást elutasítom. Végre hallunk valami mást is az itt folyó állandó jajgatáson és lánccsörgésen kívül. Gyertek, törpikéim, van egy lehetőségünk, hogy megmentsük Nótata életét. Minden rajtatok múlik. Hallottátok, törpapát? Gyerünk, induljunk azonnal. Törpzenekar, jelenjetek meg a bíróság előtt. Ne féljetek, törpikéim, én itt vagyok veletek, és akkor nem lesz semmi baj. Igen, törpapa. Szellemes közönség. Hallgassák meg ezt a szimfóniát, amelyről szellemíró úr azt állítja, hogy ő írta Nótata számára. Ezt az én dalomból fogta. Én meg ezen a dallamon dolgoztam halára. Ez az én szimfóniából való, az egész szimfóniáját tőlütotta! Én? Szellemíró, bűnösnek találtunk hangjegylopás büntettében! Tiltakozom, tiltakozom! Hallgass már! Te pedig, Nótata, szabad vagy, elmehetsz! Ó, törpapa, törpapa, azt hittem, törpé nem látlak viszont. Ha szeretünk valakit, soha nem adjuk föl a reményt. Nem adjuk föl a reményt. Azt akartam, hogy jobban szeressenek, mint a törplekváros sütit. Most tudom, hogy szeretnek, mégis nyomorultul érzem magam.
Törpapa, valahogy segítenünk kellene Nótatán. Attól félek, soha többé nem fog zenélni. Pedig adályomban semmit sem szeretett. Ne féljetek, törpikéim, azt hiszem, tudom, mit kell tennünk. Nótatát akarjuk! Nótatát akarjuk! Gyere ki, Nótatát! Gyere ki, játsz a saját zenédet! Az én zenémet akarjátok hallani? Hát persze, Nótata. A te zenéd ezerszer törpet ér mások szimfóniáinál, hiszen azt te írtad. Hát, ha tényleg azt akarjátok! Mi ez a zene, törpapa? Olyan, mint a utánam törpjeim. Sejtettem, ez a bűvös házaló. Az ő megjelenése az erdőben mindig bajt jelent a törpök számára. Ajvan, Sziam Jahu, napnyugtára itt a mama, és jaj nekem, addig nem kerítek születésnapi ajándékot a számára. Akár varangyá is változhatok. A gyere már, cicus, tán még beérünk a városba, mielőtt bezárnak az üzletek. Hókuszpók, csak hogy megtaláltalak. Vegyél egy szép amulettet. El az utabót a házaló, dolgom van. Talizmánt, kabalát tessék. Remek ajándékok ezek. Ajándékok? Tehát a mamának lesz. Valami szépet vagy olcsót akarsz? Olcsót? Olcsót? Tehát az édesanyámról van szó. Mit ajánlanál neki, ami olcsó? Mennyit szánsz rá? Nézzük csak, mennyi van nálam. Egy tallér! Jövőre újra eljövök hozzád. Várj, várj! Talán megbeszélhetnénk a dolgot. Én megpróbáltam. Kérlek, úgy szeretnék valamit. Szerencsét, hogy meg tudod lágyítani a szívemet. Fülbevaló. Másnak egyet se adnék, de neked. Pedig sok pénzt veszítek rajta. Vár csak, miféle hatalommal rendelkezik? Nagyobbal, mint én. Na minden jót, hókuszpók. Vajon mi tetszene Agátának? Erre szoktam gondolni, amikor csak eszembe jutsz, és ez gyakran előfordul. Ó, ne hízelek, te csibész. Mondd, mire vágysz? Talán valami szép fülbevaló hiányzik a készletemből. Ah, ez az. Ezt megveszem. De hol a párja? Azt eladtam hókuszpóknak. Hókuszpóknak? Á, se baj, közel lakik hozzám. Indulás! Há, mielőtt valami szörnyé változtatlak. Kérésed számomra parancs. Ennek segítségével végre megkaparinthatom a törpöket. De először meg kell szereznem a fülbevaló párját. Attól az imádnivaló hókuszpóktól. Kalencse, kígyófő, ki lesz ma a legszebb nő? Sejmes haj és karcsú derék, megvan hozzá minden kellék. Lássuk csak, hatásos-e. Akárhogy is nézem, a látvány káprázatos. Nem lesz nehéz megtréfálnom hókuszpókot? Repülj, madárkám! Repülj! 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 Te ostoba! Első adandó alkalommal seprőnyére foglak cserélni. Merre is lakik hókuszka? Tudom, hogy nem lehet messze. Jaj, eltűnt. Most mit csináljak?
Azt hiszem, a moha a fák északi részén szokott nőni. Vagy a délin? Vagy a keletin? Láttam egy gyönyörű hercegnőt az erdőben. Segítenünk kell neki, mert eltévedt. Hercegnő az erdőben egyedül? Ez igen különös. Kérlek, törpapa, siessünk, még mielőtt valami baja történik. Jól van, nem bánom, de legyünk óvatosak. Valahol itt kell, hogy lakjon az a varázsló. Jaj! Mindig is tudtam, hogy jó az irányérzéken. Úgy is felfoghatjuk, hogy fél pár fülbevaló is jobb, mint a semmi. Korábban jött. Megyek már, mama! Annyira örülök, hogy látlak. Hello! Nem te vagy véletlenül a bátor, erős, szép és kedves hókuszpók varázsló? Ugye te vagy az? Ezek az ő lábnyomai lesznek. Hókuszpók felé vezetnek. Ójaj, meg kell, hogy mentsük. Ki tudja, hókuszpók mire képes? Nem is tudom, hogy köszönjem meg neked. Nem is álmodtam volna, hogy valaha is megtalálom a fülbevalom párját. Úgy vágytam rá, hogy megtaláljam. Igen, hát persze, ez érthető. Köszönöm szépen, hogy nekem adtad. Ez pimércsóka. Jaj. Olyan nagy lelkű vagy. Érted, bármit megteszek. Te kedves, te kedves. Viszontlátásra. Várj csak! Ki vagy te? Honnan? Hová lett az átkozott madár? Nézd, törpapa, ott van. Most jön hókuszpóktól. Remélem, nem esett baja. Itt valami nem stimmel. Kövessük őt, de csak messziről. Ébredj már, te tollas! Életem legszebb órájának leszel a tanúja. Ó, hát mégsem hercegnő. Ez pipircsóka, ki tudja, mint törpi a fejét? Nem tudom, Ügyi. Ennek a házalónak fogalma sem volt arról, mit adott el nekem. Ezzel a fülbevalóval végre örökre elpusztíthatom a törpöket. Nagy bajban vagyunk. Bibircsóka a legendás bűvös fülbevaló birtokába jutott több mérföldről, és meghallja majd a hangunkat bárhol az erdőben. Akkor megtalálja Abraha falvát. Most mi tévők legyünk? Szép kislány, hol vagy? Tűnj innen gyorsan, te tollas! Hess! Végre megtaláltalak. Végre. Mit csinálsz te errefelé? Éppen mézet akartam gyűjteni. Nem segítenél nekem? Ó, odafönt. De hát ott méhek is vannak. Hát persze, de te semmitől sem félsz. Ó! Na gyere, cicus. A Milady mézre vágyik. Milady kell, hogy maradjak, amíg el nem tűnik. Gyerünk gyorsan a faluba. Minden törp maradjon itt, amíg nem járok túl valahogy bibircsóka eszén. Maradjatok nagyon csendben. Itt tökéletes lesz a vétel. Hogy is van a versike? Csengés, bongás, abrakadabra, erősödjön föl a világ minden hangja. Remek, remek. Ez igazán tökéletesen működik. Törpapa, törpapa, hol van Lusti? A manóba. Na végre, törpök, most végetek. Nótata, te benned van minden reményünk. Folytasd csak, te kis vakarék, így egyenesen a falutokba sétálok. Ha
rajta nótat a fújjad! Ki tovább! Hangfelvétel közben nem tudja levenni a fülbevalót. Mindjárt meg vagyok, szia jó! Várj, egyszerűen leverem ezzel a gajjal, várj! Szia, miau! Mi lett a szerelmemmel? Mi lett vele? Agata! Nem vagyok én Agata. Én a te gyönyörű, bájos hercegnőd. Úgy látszik, a varázslat nem vízálló. Te nimber! A bolondját járattad velem! Te! Hagyj már engem békén, te vénházártos varázsló! Ne is lássalak! Éjjel, Nótata! Szép volt, Nótata! Hurrá! Némbernek nevezett. Ennek az undok férfinak nincs érzéke az igazi szépséghez. Menjünk haza, itt ránk semmi szükség. Az a legszörnyűbb az egészben, hogy nincs születésnapi ajándékom a mama számára. Nincs ajándékod a számomra? Ebatta elkényeztetett kölyke, hogy eddig még nem tagadtalak ki. Mama, várjál, minden megmagyarázó. Majd meglátjuk, fiam. Olyan gyönyörű vagy, gyönyörű! Nem is tudom, mit csinálnék nélküled. Várj, nem sokára visszajövök. Jaj, de izgulok. Szia, törpolyása, ezt neked hoztam. Nem fogsz átejteni, Tréfi. Úgy is tudom, hogy föl fog robbanni. Beszél a szavamra, most nem fog. Na jó. Mondtam, hogy nem fog fölrobbanni, úgyhogy én igazat mondtam. Nyom, nyom, hű, de finom. Nyom, nyom, milyen fenséges ízek. Mami, ezt a finomságot neked sütöttem. Kösz, Tréfi! Ha újabb süteményekről van szó, természetesen jobb kapni, mint adni. Kedves egészségedre! Vizek! Mi a baj? Ezek szerint nem ízlett a borsz tortám. Ide figyelj, Tréfi! Mondd, te egyetlen napot sem bírsz ki anélkül, hogy a társaidat bosszantsd a sületlen gyerekes vicceiddel. Na és, te meg állandóan süteményekkel tömöd magad. Törpolyása meg állandóan önmagát bámulja. Nótata a törpójáját fújja, Tulifuli meg azt mondogatja, hogy mit utál. Igazán? Igen. Tréfi törp, ha te kibírsz egy napot anélkül, hogy tréfálj, hajlandó vagyok feláldozni magamat. Egy napig nem nézek a tükörbe, de nehéz lesz tőled megválnom. Ég ágyom, na látod, megszakad a szívem. Azt hiszem, nem fog nehezebbre esni, hogy egy napig ne törpujázzak. Hát a törpiek? Utálom, ha nem duzzoghatok. Jó, jó, akkor nem alszom. Egy napig. De vajon kibírom, hogy ne aludjak egy egész álló napig? Miket beszélek én össze? Ha ti ki tudtok bírni 24 órát a kedvenc kefteléseitek nélkül, akkor én is kibírok egy napot viccelés nélkül. Sőt, lehet, hogy egy évet is kibírnék. Igazán nagy okos. Tőlem alkudozhatunk, de akkor egy évig egyetlen tréfát ne lássunk. Na, mit szólsz ehhez? Jó rendben. Jó rendben. Ne legyen Tréfi a nevem, ha nem tudom rajta kapni a törpöket, amint megszegik az ígéretüket.
Most megvagy, ez mosolyog. Bármi történjék is, törpapa, kérlek. Kérlek, ne hagyd, hogy a tükörbe nézek, mielőtt letelik a 24 óra. Ne félj, meg fogom akadályozni. Na, kösz, ez jól esett. Szia, Luszki! Képzeld el, olyan törpös kis altatódat hallottam. Elénekeljem neked. Jó, csak át, lement a nap, aludj már szép álmokat. Munkás nap volt ez a mai, aludj szépen kis Luszki. Jó, csak át, szép álmokat, aludj már, lement a nap. Aludj el, kis Luszki. Még ébren vagyok. Áfonya torta. Hét emeletes áfonya torta. Tréfi, az nem igazság. Ó, titkolt álmaim valóra váltak. Ó, milyen gyönyörű áfonya torta. Há, mi ne? Ó, akkor a terőre van szükségem. De, a tortára is. Fantörpikus. Nem bírom ki. Már 2,5 órája nem néztem a tükörbe. Remélem ez alatt az idő alatt nem formálódtak ráncok az arcomon. Szia, törpolyása! Jókora pattanás nőtt az orrodon. Micsoda? Pattan? Pattanás? De hisz ez törpönetes, kéz, borzalom! Miért nem nézed meg magad a tükörben? Nem, Tréfi. Bebizonyítom neked, hogy az akaraterő az egyik legfőbb erényem. Nem bírom már, nekem törpujáznom kell. Elmegyek valahova, ahol Tréfi nem talál meg. Valami jó kis búvóhelyet keresek magamnak távol a falutól. Nótat a zene nélkül úgy érzi magát, mint egy szárazra vetett hal. Mint Tréfi a dobozai nélkül, mint törpujáca a tükre nélkül. Jáj, ez csapda! Mondta, hogy terveztem. Na te kis töpörödött, a perceid meg vannak számlálva. Jaj! Nem tetszik nekem ez a ti akarat erő versenyetek. Igen, nagy erény az akarat erő, de mindent csak mértékkel érdemes gyakorolni. Ez nótat a törp. Jaj, de jó, törpapa! Jaj, de jó, én győztem! Tudtam, hogy nótata nem állja meg, hogy ne fújja meg a törpujáját! Folytasd csak, amíg ki nem leheled a lelket, te ostoba kis örvidek. Talán ide rohannak a barátaid, és akkor már csak lakmároznunk el. Igaz, cicus? Igen. Utálok mosolyogni. Utálok. És nótata játékát is utálom. Jaj, de nehéz ébren maradnom. Nem is érdekel. Most már elég! Ó, de gyönyörű vagy, te drága! Ó, úgy örülök, hogy újra láthatlak! Elfogyatott a pudinkkal, habbal. Nem játszanál inkább egy kis nosztalgia zenét? Ugyanis a kortárs zenéért nem rajongok túlságosan. Na de most már elég a tréfálkozásból, barátocskám. Abba hagyta. Valami baj van. Nincs semmi baj. Minden szuper. Valahogy most más volt a hangzása, szinte elkeseredett. Mindig olyan szokott lenni. Nyom-nyom. Hát ennek a nótatának bizony nincs akarat ereje. Az biztos. Most egy évig szenvedhetünk majd Tréfi bugyuta vicceitől.
mert Nótatának nincs akaratereje. De talán... De jobb így. Ki nem állhatom az akaraterőt? Elkeseredettséget éreztem Nótata játékában. Hiányzott belőle a megszokott derű. Tényleg, Hókuszpók, kaibája felől érkeztek. Ki nem állhatom Hókuszpókot? Törpapa, szerinted Nótata bajban van? Ki nem állhatom a bajt? A hangokból ítélve lehet, hogy nagy bajban van. Tréfi, segíts nekem. Egészen különleges ajándékot kellene készítened, amilyet még sohasem készítettél. Figyelj csak, csinálj nekem olyan. Jó, megcsinálom, törpapa. De ki biztosít minket arról, hogy Hókuszpók kinyitja a dobozt? Igen. Na, ó, ez az, megvan. Akkor is menni fog a dolog, ha nem nyitja ki. Vacsora közben talán mellőzzük a zenét, jó? Még érlellek néhány napig a törpleveshez. Nem, akkor még egy kicsit törpujázhatok. Ó, én annyira, de annyira gonosz vagyok. Nézzük csak, miben áll ez a gonoszság? Először is gonosz vagyok a gyerekekkel és a kisállatkákkal. Másodszor gonosz vagyok, mert elgáncsolom az öreg néniket, akik át akarnak menni az úton. Harmadszor, mert sosem látogatom meg a mamámat. Negyedszer undorító vagyok, mert már vagy 26 éve nem mostam fogát. És ötször gonosz vagyok azért, mert imádom a kis kék törpicsekeket. Imádom őket sülve, főve, rántva. Szerinted sikerre járunk, törpapa? Ha tud olvasni, Hókuszpók, akkor igen. Tegyük a földre. Hát ez meg ki lehet? Rohanjunk. Ezt én kaptam? Vajon ki küldte? Nincs csak itt a feladó. Menj is ki a születésnapodig, mert baj lesz. Aláírás, mama. De az én születésnapom az csak egy hónap múlva lesz. Jaj, a mama olyan szigorú. Vajon mi lehet benne? Törött denevér szárnyak? Vagy talán néhány vámpírfog? Vagy lenyúzott kígyóbőr? Úgy látom, menni fog. Gyertek velem! Kinyissabb, vagy várjak a születésnapomig? Jó, várok. Nem várok. Kinyitom, nem nyitom ki. Akaraterőre van szükségem. Talán tényleg várnom kellene. Talán nem. Talán mégsem. Mit szólna hozzá a mama? Hát úgy se tudná meg. Igen, nem. Kinyitom, nem nyitom ki. Akaraterő. Kinyitom, nem nyitom. De igen, mégsem. Mi van a dobozban, Tréfi? Valami, ami Hókuszpók akaraterét próbára teszi. Meglepetés. Tudtam, hogy várnom kellett volna a születésnapomig. Igen.